Erdélyben jelenleg 76, Magyarországon pedig már 3 intézményt működtet, a Böjte Csaba Ferences szerzetes által 1993-ban létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány, ahol ma már több mint 2500 gyermekről gondoskodnak. December 16-án Kartalról indult útjára a Virágos Pusztai Vadásztársaság küldöttsége, hogy az általuk összegyűjtött adományokkal még szebbé varázsolják Csaba testvér gyermekeinek karácsonyát. Jó magam, a Virágos Pusztai Vadásztársaság elnökeként szervezte meg ezt az adománygyűjtést. A társaságnak a tagsága adta össze ezeket az adományokat. Többnyire magánszemélyek, de voltak cégek is köztük. A hátam mögött lévő teherautó mindegyik teli van. Ez azt jelenti, hogy egy 3,5 tonnás és egy 1,5 tonnás autó. A Virágos Pusztai Vadásztársaság által összegyűjtött közel 4 millió forint értékű adományból több erdélyi intézmény is részesült. A nagy rész tartós élelmiszerekből álló szállítmány, nagyértékű sporteszközöket, műszaki berendezéseket, továbbá 400 liter falfestéket is tartalmazott. Az egyik Ferences testvér, az egyik gyermekotthon vezetője külön kérése volt, hogy anyagiakban nagyon szegényesek, és felújításra szorulnak a karámok, a kolostor és maga a kerítés. És ezért abban egyeztünk meg vele, hogy akkor ezt mi álljuk, a teljes festését, a kolostortól kezdve a kerítéseknek, a lovasboxoknak, és erre visszük a festéket. Vécsei László országgyűlési képviselő, a vadásztársaság tagja, és az elsők között volt az, aki ő is fölkarolta ezt az egész megmozdulást, és adományaival segíti az utunkat. Itt a Galga mentén, Kartal versegen a Virágos Pusztai Vadásztársaság kezdeményezése különösen közel áll a szívemhez, tekintve, hogy Böjte Csabának és munkatársainak a megkeresésére egy szállítmányt állított össze a vadásztársaság. Úgy gondoltam, hogy személyesen én is, mi is a családommal csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, mert itt árva gyerekekről van szó, és azt gondolom, hogy a karácsony hoz kapcsolódóan a családi otthon melege talán a legfájóbban éppen az árváknál hiányzik, és egy ilyen vagy több ilyen kezdeményezéssel, szállítmánnyal a hiányzó családi otthon meleget talán egy kicsit sikerül majd pótolni, ami természetesen csak kiegészítője annak a lelki támasznak, annak a kisugárzásnak, amit Böjte Csaba és munkatársai a gyerekek közé visznek. Az esti órákban érkezünk Szovátára, a Szent József gyermekotthonban. Holnap reggel Parajdon az Angyalváró ünnepségén fognak várni. Ott 5600 darab csomagot osztunk szét a árva gyerekeknek. Majd Hargita fürdőre érkezünk, a Magyar Pálos rendhez. És esti órákban Csíkszent Simonra, a Szent József szakkollégiumba. Felkértük Tamási József atya helyi plébánost, mi hogy a Böjte Csaba árva gyermekeinek viszünk ajándékot, áldja meg az utunkat, és imádsággal tudjunk az útnak indulni. Szerencsés embernek érzem magamat ebben a pillanatban, mert ez megint a lelkipásztori működésnek egy olyan szegmense, ami miatt irigylésre méltó egy pap, hogy ilyet is kérnek tőle, hogy áldjon meg egy útra kerülő társaságot, akik a szeretetük eléül most elmennek Erdélybe. Ugye a legismertebb jézusi tanítások egyike, hogy amit a legkisebbekkel tesztek, az velem teszitek. Úgyhogy én ilyen útravalóul csak annyit mondanék, hogy amikor majd ott találkoznak, akár a szervezők egyikével, másikával, akár konkrétan a rászorulókkal, akkor próbáljanak egy kicsit hunyorítani, akkor talán jobban eltűnik a szemük elől az, aki ott van, és megjelenik Jézus. Az Úr legyen veletek, segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, Szent Kristóf, az úton lévők védőszentje, és Csíksomlyói szűzanyánk, könyörög érettünk. Tekintve, hogy ez a vadásztársaság ez néhány hete alakult, azt gondolom, hogy a vadásztársaságnak a rendkívüli tehetségét és elszántságát mindenképpen bizonyítja, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen értékű szállítmányt voltak képesek összegyűjteni, összeállítani, sőt a logisztikáját is megszervezni, hogy ez el is jusson az erdélyi árvákhoz. Ez a társaság ez nemrég alakult, de tervezzük azt, hogy ezt hagyományt teremtünk ezzel, és minden évben szeretnénk ezt megoldani. Thank you.
A csapat a terveknek megfelelően december 16-án este érkezett meg a Szovátai Szent József gyermekotthonba, majd az azt követő napokban a további helyszínekre is eljutatták adományaikat. Részt vettek a Parajdi Sóbányában megtartott angyalvári ünnepségen, ahol a szállítmány részét képező ajándékcsomagokat adták át a gyerekeknek, majd a Magyar Pálos Rend részére jutották el adományaikat Hargita fürdőre. A Galgamenti Vadászok négy napos erdélyi útjának utolsó állomása a Csíkszentsimoni Szent József mezőgazdasági szakkollégium volt. Thank you.